A több évtizede nagy sikerű sváb bál a megszokott módon a Művelődési Központ színház termében kezdődött a Krenzlein Néptánc Egyesület és a Német Nemzetiségi Kórus műsorával. Ezt követően a közel 400 bálozó házon belül két különböző helyszínen mulatott a Platin zenekar, illetve Forte zenekar számaira. A nívós rendezvény házigazdája Köllerné Koch Ilonát kérdeztük. A bonyhádi németségnek nagyon fontos a sváb bál, minden évben erre nagyon-nagyon készülünk. Korábban a Dynamic zenekar volt ott is, a Dynamic zenekar úgy alakult, hogy a táncos fiúk fogtak össze, és abból alakult a Dynamic zenekar. És most már a zenészek gyerekei is táncolnak nálunk, tehát van már egy ilyen átmenet. És akik a színpadon voltak, három korosztály volt a színpadon, a cipfelnőtt tanult egy új táncot, és az utánpótlás csoporttal együtt adták elő, valamint az ifjúsági tánccsoport is az utánpótlással is, tehát próbáljuk a kicsiket is bevonni, és van olyan tánc, ami nehezebb, akkor nagyok segítenek a kicsiknek, de a nagyok külön is táncolnak, tehát figyelmet fordítunk arra, hogy az utánpótlás az minél erősebb legyen, és úgy gondolom, akkor lehet egy tánccsoport, vagy a táncosok, akkor tanulnak gyorsan, hogyha segítenek a nagyobbak. Mondjuk a nagyobbaknak nem nagyon tetszik a kicsikkel táncolni, de a kicsik az mindig nagyon szeretnek a nagyobbakkal, de örülök annak, hogy itt vannak most a kicsiknek is kaptak arra lehetőséget, hogy eljöjjenek a bálba, egy kicsit bálozzanak. Tehát fontos az, hogy így bele nőjenek a táncba, a tánc szeretetébe, tehát így tudjuk velük megszerettetni a táncot, hogyha bálban is vagyunk, és közösségi programokon együtt lehetünk. Ez egy bacsós bál. A svábok egyébként is híresek arról, hogy spórolnak, tehát otthon elkészítjük az ennivalót, és hozzuk az innivalót is, úgyhogy ez is egy fontos rész. A Bonyhádi Német Önkormányzat tagja és a kicsik táncoktatója mindig örül, amikor a bálban találkozik a barátaival, és jól érzik magukat. Pedig ezek nagyon jók szoktak lenni, ezek a svábalok. Én már nagyon régóta járok, most már 4 éve sajnos egyedül, mert elveszítettem a férjemet, de előtte együtt jöttünk mindig, én szép népviseletbe, és a férjem is mindig jött a léderhózéjába. És nagyon jókat táncoltunk, mindig 2 zenekar van a sváb bálban, most a Platin és a Forte zenekar játszik, a Forte zenekar bonyhádi, ők egy picit ilyen fiatalosabb zenét is fognak majd játszani, mert ugye sok fiatal is van a bálban, a Platin zenekar meg ők inkább a sváb zenekedvelőinek fognak majd talpalávalót húzni. Ilyenkor a bálban mindenki úgy érkezik, ahogy szeretne, csinosan, kényelmesen, van aki népviseletbe, elég sokan szoktak jönni népviseletbe, és mindenki hozza a kis batyuját. Jenei Józsefné megalakulása óta tagja a Német Nemzetiségi Kórusnak, 43 éve erősíti a csapatot énekével. A kórus egyébként egyidős ezzel a művelődési házzal, mert a művelődési házat is akkor adták át, amikor a kórus alakult, úgyhogy most már, ha minden jól megy, akkor 2 év múlva már a 45. születésnapja lesz a kórusnak. A bálon, amióta sváb bál van, a kórust mindig meghívják, hogy szerepeljen, és valóban azt hiszem a 2 Covid év akkor volt, hogy nem volt sváb bál, de egyébként minden évben volt sváb bál, és akkor minden évben szerepelt is a kórus. Jenei Józsefné a 70-es években is vábzenére robta a táncot a megszokott éves rendezvényen. Csak az akkori rendszer nem engedte a nagyszabású esemény sváb bálnak nevezni. Mi fiatal házasok voltunk a férjemmel, és ez 70 és 75 között volt az évet, pontosan nem tudom, hogy mikor. Akkor mi is szerveztünk, akkor kórus ugyan még nem volt, de hát a vérünkben volt a zene meg a tánc szeretete, és akkor mi szerveztünk egy ilyen, akkor úgy hívtuk, hogy nősök bálja, nem mertük azt mondani, hogy sváb bál, vagy hát nem mertük úgy meghirdetni, hogy sváb bál, de a zenekar az sváb, Mecsek Nádasdé sváb zenészek voltak, úgyhogy ők zenéltek, és ez annyira családias volt. A
Az ELTE tanító és óvóképzős karán most végző Szabó Anna Lili a tanulás és a munka mellett sváb táncot is oktat Budapesten. Fontosnak tartja ezt a kultúrát életben tartani. Körülbelül már 15 éve táncolok. Nem indult olyan egyszerűen, mint mindenki más, én óvodában is táncoltam, aztán egy kicsit elment tőle a kedvem, majd aztán alsó tagozatban újra kedvet kaptam hozzá, barátaimnak a biztatására, és akkor újra csatlakoztam a Kranzlein néptánc csoporthoz, néptánc egyesülethez, és azóta is nagyon nagy kedvel és szívvel járok ide. Most már 2 éve táncoktatói papírom is van, úgyhogy most már nem csak mint táncos vagyok tagja az egyesületnek, hanem mint táncoktató is. Budapesten tanulok, az ELTE tanító és óvóképző karán. Az egyetem mellett, most már utolsó éves vagyok az egyetemen, és az egyetem mellett tanítok is Budapesten egy általános iskolába. Ott nem csak a 4 nap közit visszak egy délutánt, hanem táncórákat is tartok, sváb táncot, illetve minden héten pénteken hazajárok, és itt is aktívan dolgozok a Néptánc Egyesületnek. Most inkább háttérmunkákat tudok vállalni, de remélem, hogy a későbbiekben már én is akár kaphatnék itt egy csoportot, és azt fogom majd vinni. Szabó Anna Lili azt is elmondta nekünk, hogy az ő korosztályában közkedvelt a klasszikus bálozás. Nagyon szeretünk bálozni, szerintem egy abszolút különleges dolog ez, hogy a mai fiatalok még eljárnak bálva, nem mindennapos. Ilyenkor télen mi nem diszkóba járunk, hanem hétvégente a bálokkal töltjük a szombat esténket. Nagyon nagy kedvel jövünk, és megyünk is más városok báljaiba. A mindkét nyelven tökéletesen beszélő Panna az általános iskolás korosztályt képviseli a tánccsoportban. Nyolc éve táncolok már itt a tánccsoportban. Egész elsőtől most vagyok már 8-as, elsőben kezdtem az egészet, úgyhogy most már 8 éve is nagyon szeretek táncolni. 2 év múlva lesz 45 éves ez a nívós rendezvény, így a kórus is, illetve a művelődési központ is. A bonyhádi németek folytatják hagyományaikat, de a kerek évforduló alkalom lesz egy rendhagyó és különleges ünneplésre is.